Csak ebben már azt se hiszi az ember, hogy ő tudna rajtunk segíteni. Igaz, nem azért mondom, mert garázda népség az, csak a gázsót rabolja meg, ennyi az élete, meg a tánc, meg a szép lovak, meg az arany a kocsirútban, de azért sok magunk fajta másképp okoskodna, hogyha hallotta volna ezt a mesét attól a puro olá cigántól, akitől én hallottam. Madarakból lettünk. Madarakból lettünk-e? Madarakból lettünk. Madarakból lettünk. Szeretnék madár lenni. Madarakból lettünk. Madarakból lettünk. Azzá, amik vagyunk, cigányok. Madarakból lettünk. Mindönknek szárnya volt, már az akkoriaknak, de nem bútival, meg csórelással kerestük meg a betevő falatot. Csak szálltunk, mint a többi madár, és azt ettük, amit a többi. Ősszel, amikor már sutripehi odjári, vagyis hogy odakint hideg kezd lenni, akkor mink is szépen szányra kaptunk a többi madarakkal, és repültünk messze Afrikának. Itt meguntunk, szálltunk oda, ott meguntuk, odább szálltunk. Szóval így. No, az se volt azért aranyélet, mert a kalickás madárnak annyival jobb is, hogy a bolond gágyó, aki tartsa, becézgeti, csiriklóri, verebóri, és beszórja neki a szemet minden nap. De a szabad madár bizony maga teremti ki a magáét, ha a föld alól is. Tehát szabad. Elég az hozzá, hogy mikor már sok-sok napja repültünk nagy szárazvidék felett, étlen szomjan, no, egyik este, vagy jobban mondva szürkületkor, mert akkor még látni lehet, látjuk ám, hogy kövér mezők maradnak el alattunk. Hát a vajda, mármint a madár vajda, leszállt int a szárnyával. Le is szálltunk, és elkezdjük csipegetni föl a szép búzaszemeket. Addig-addig, hogy nagyon tele találtuk enni magunkat a soknapos bokhalipe után, úgyhogy nem is bírtunk már aznap este tovább repülni. Morisa
ott is maradtunk másnap reggelig, és akkor megint csak ettünk, mivel hogy megint csak éhesek voltunk. Aztán megint nem bírtunk szárnyra kapni, és jött a dél, és jött az este, és minket még mindig ott talált. És közben egyre híztunk, zsírosodtunk. Most már, ha nagyon akartuk volna, se bírtunk volna fölrepülni. És aztán meg is szoktuk ezt a nagy jómódunkat, hogy nem kell szállni se ide, se oda. Helyébe talál az ember, vagyis hát a madár, mindent. Lassan már nem úgy szállni nem tudtunk, de még ugorni se. Csak lépni lassan, komótosan. Közben apródonként megvastagult a lábunk, elfásult a szárnyunk és kar lett belőle. Vége lett a szép világnak, repülésnek, egyik világból a másik világba. De hát mink olácigányok, madarak vagyunk még most is. Ha völgybe velünk sátrat, fel a hegyre kívánkozunk. És ha fönnállunk leghegyin a hegynek, le a völgybe szállnánk. Csak ám nekünk lábunk kell jutni odáig. Azért nem is élünk, mink túnyán kuporgatósan, mert mink egy szép napon madárnak visszaváltozunk.